Néhány nappal ezelőtt elhunyt Buchwald Péter vegyészpolitikus, a Kolozsvár Társaság korábbi elnöke, a Kolozs megyei RMDS egyik alapító tagja. A rendszerváltás előtt a kolozsvári gyógyszerkémiai kutatóintézetben dolgozott, ahol kutatócsoport vezetőként is tevékenykedett. 1990-től pedig jelentős szerepet vállalt a hazai politikai életben. A Kolozs megyei Nemzeti Megmentési Front alelnöke, majd a Kolozs megyei RMDS elnöke, RMDS-es szenátor, Kolozs megye alprefektusa volt. Közéleti tevékenységét civil szervezetekben folytatta később, a Kolozsvár Társaság vezetőségében vállalt feladatokat hosszú éveken át. Elnöke majd nemrég bejelentett visszavonulása után a szervezet örökös elnöke lett. Buchwald Péter politikai pályafutásáról kérdezem a továbbiakban Markó Bélát, az RMDS korábbi elnökét, akit internetes kapcsolásban köszöntök. Jó napot kívánok, elnök úr! Kedves csókolom, jó napot kívánok, és hát üdvözlöm a nézőket. Szomorú alkalomból kerül sor erre a beszélgetésre, hiszen Buchwald Péter nem csak egy fontos kollégám volt nekem valamikor az RMDS-ben, nem csak egy közeli munkatársam, hanem merem állítani, hogy baráti viszonyban is voltunk. És hát ő az egyik kiváló tagja volt annak a rendszerváltó generációnak, amely végül is nagyon nehéz években végigvitte azt a munkát, amely végül is oda vezetett, hogy az RMDS az egész erdélyi magyar közösség stabil szervezetévé vált. Ennek a rendszerváltó generációnak olyan jeles tagjai voltak Kolozsváron, mint Kántor Lajos például, aki egyébként tudtam, az osztálytársa is volt, meg közeli barátja Buchwald Péternek, meg hát mint Cségi Mesi Éva, Kötő József, és sorolhatnám azokat az értelmiségieket, akik ismétlem egy nagyon nehéz időszakban vállalták a politikai cselekvést, egyébként fontos értelmiségiekként, és olyan értelmiségiekként, mint akiknek másút is beteljesülhetett az életük, nem a politikai karrier kedvéért, hanem azért, mert tenni akartak valamit a közösségért. Elnök úr, engedje meg, hogy személyes kérdéssel indítsak. Pontosan mikor ismerte meg Buchwald Pétert? Ugye említette, hogy azért barátság is fűzte hozzá, nem csak szakmai kapcsolat. Hogyan emlékezik vissza arra a kezdeti periódusra, amikor Buchwald Pétert megismerte? Hát megismerni igazság szerint már 1990-ben megismertem, és utána 90-91-ben különböző tanácskozásokon együtt voltunk, de hát barátság köztünk, vagy nagyon közeli kapcsolat, az aztán 1992-től alakult ki, amikor Buchwald Péter is szenátor lett, és hát én is szenátor voltam már 1990-től, és akkor végül is egy nagyon szűk és nagyon fontos közösség tagjaiként nap mint nap találkozhattunk, tanácskozhattunk. Én azt hiszem, hogy így ismeri meg az ember legjobban a munkatársait, amikor nap mint nap ki vagyunk téve különféle kihívásoknak, és én nem szeretem a nagy szavakat, és nem szeretem a patetikus megközelítést, de azt kell mondanom, hogy így módon az ember nem csak munkatársa annak, akivel egymás mellett él, egymás mellett dolgozik, hanem bajtársa is valami módon. És hát ez az igazság, hogy ott, abban a szenátusi frakcióban mi bajtársak is voltunk. Másrészt pedig aztán, hogy Buchwald Péter szenátor lett, nagyon hamar én meg az RMDS elnöke lettem 1993 elején, és akkor ő is, meg persze még jó néhány kollégám, nagyon sokat segítettek nekem ebben a vállalkozásban és vállalásban, hogy együtt végül is próbáljuk sikerre vinni az RMDS programját. Buchwald Péter, azt kell mondanom, hogy legalábbis ahogyan én ismertem, tényleg egy kiváló közösségi
ember volt. Tehát a politikában is nagyon sokat számít az, hogy valaki egy közösségbe be tudjon illeszkedni, legyen benne empátia azok iránt, akikkel együtt dolgozik, és Bukolt Péter ilyen volt. Én megmondom őszintén, hogy csak úgy menet közben tudtam meg, hogy ő egy nagyon fontos tudós ember, tehát tudtam, hogy mi a szakmája, tudtam, hogy mivel foglalkozik, de bevallom, hogy kezdettől fogva nem ismertem az ő szakmai eredményeit, és azért csak menet közben tudtam meg ezt, és nem tőle, mert ő egyébként, ismétlem, kiváló értelmiségiként nem dicsekedett ezzel. Tehát egy szerény ember volt, igazság szerint, aki inkább dicsekedett azzal, hogy milyen jó zongorázik például, tehát hogyha éppen alkalom volt erre, akkor ez demonstrálta is, meg hogy milyen jól együtt mozdul, együtt él a közösséggel, és hát ő is arra koncentrált, amire én is, meg tulajdonképpen legtöbben akkor, az arra, hogy a politikai teljesítményünk milyen, és hogy mit tudunk nyújtani egy közösségnek. Ez példamutató élet, azt kell mondanom. Amit én ismertem ebből, az mindenképpen az. Mert manapság nagyon sok értelmiségi, hát eltántorodott a közélettől, hátat fordított a közéletnek, kiábrándult a közéletből, mert úgy érzi, hogy a politika az nem értelmiségi embernek való. Ez nem igaz. Tehát én szerintem a romániai magyar politikai élet akkor volt a legteljesebb, a legszínvonalasabb, amikor tényleg komoly vezető értelmiségiek vállalkoztak arra, hogy félreteszik ideiglenesen a szakmájukat, és politikai cselekvésre vállalkoznak, ismétlem. Én azt gondolom, hogy erre a mentalitásra ma is nagy szükség lenne, és azért ezeket a példákat fel kell mutatni. Nem véletlenül soroltam fel 2-3 nevet, ugye itt a legelején, de még sokakat lehetne említeni. Szükségünk van arra, hogy aki komoly értelmiségi, az ne zárkozzék el a közélettől, és ne higgye el azt, hogy a politika az nem mindannyiunk dolga, mert hát a politika az arról szól, itt Erdélyben mindenképpen, hogy mi lesz velünk, mi lesz a sorsunk, mi lesz a jövőnkkel, és Bukolt Péterrel lehetett erről beszélni. Sőt, engedje meg, elnök úr, elnézést, hogy belevágok a gondolatába, de engedje meg, hogy csak azért, hogy néhány képsort meg tudjunk még a nézőknek mutatni arról is, hogy Bukolt Péter ugye mondta, hogy szerény ember volt, de ugyanakkor egy nagyon vidám személyiség volt, nagyon humoros személyiség volt, sőt, a sport nagy kedvelője volt. Vannak arra vonatkozó felvételeink az archívumunkból, amikor az RMDS foci csapatát is erősítette maga Bukolt Péter. Nem tudom, hogy elnök úr emlékszik-e még azokra az időkre, amikor az RMDS foci csapata itt-ott megjelent, és nagy meccsek voltak ám. Elnök úr, térjünk ki a 2000-es évek elejére, amikor ugye Bukolt Péter visszatér Kolozsvárra, alprefektusi tisztséget vállal. Na, melyek voltak a kihívások azokban az időkben? Milyen volt az együttműködés, az együtt dolgozás? Tehát én nem nagyon szeretek hasonlítgatni, tehát minden időszaknak megvannak a nehézségei, megvannak a kihívásai, de hát kétségtelen, hogy a 90-es években egy útnak a kezdetén voltunk mindannyian, maga a politika is újdonság volt azok számára, akik erre vállalkoztak, mert hát nekünk 1989 előtt a közösség által választott politikusaink nem voltak. És éppen ezért nekünk egyszerre kellett felelősen cselekedni, és egyszerre kellett felelősen teljesíteni valami módon egy programot, és közben pedig tanulni is kellett a politikát. És hát Bukolt Péter is azok közé tartozik, például teljesen előzménytelenül
vállaltak alprefektusi tisztséget. Ez most már teljesen természetesnek tűnik, lehet egyesek számára nem is olyan különösebb dolog, de hát 92-ben, amikor Buchwald Péter szenátor lett, és aztán 96-ban, amikor ugye befejezte a mandátumát, még nagyon messze voltunk attól, hogy természetes legyen az, hogy valaki a magyar politikusként például, ebben az esetben alprefektusként a román kormányt képviseli Kolozs megyében, de ugyanakkor képviseli a közösség érdekeit is, hiszen csak akkor a 96-os választások után ősszel került arra sor, hogy szintén történelmileg is előzménytelenül az RMDSZ kormányzásra vállalkozott. Óriási újdonság volt, meghökkentő, megdöbbentő újdonság az, hogy egyszer csak az RMDSZ része lett a román kormánynak, meg kellett küzdeni a saját közösségünkön belül is olyan véleményekkel, hogy erre nem szabadna vállalkozni, és hogy egyszerre csak magyar politikusok miniszterként jelentek meg valahol miniszteri vagy másfajta prefektusi, alprefektusi felelősséget vállaltak. Kolozsvár egyáltalán nem volt egyszerű hely 96-ban, ezt nagyon jól tudjuk, tehát Kolozsváron azok bizony eléggé sötét évek voltak a kolozsváriak számára, ahhoz képest most azért azt kell mondanom, hogy sokkal nyitottabb az a világ, a kolozsvári világ, és ez nagy kihívás volt Buchwald Péternek, hogy nézzen szembe akár a nacionalizmussal, a magyar ellenes szándékokkal, és egyáltalán, hogy próbáljon ott egyensúlyt teremteni, és próbáljon valami módon nyugalmat és haladást diktálni. Egyike volt azoknak, akiket tulajdonképpen azzal bíztunk meg mi az RMDSZ-ben, hogy egy teljesen járatlan, feltöretlen úton induljanak el, akárcsak miniszterek, államtitkárok, más fontos tisztségviselők, és hát ez valóban olyan időszak, ami most nem ismétlődik meg. Most már ezen az úton kell tovább menniük a mostani RMDSZ politikusoknak, nem mindig könnyen. És hogyha a mostani RMDSZ politikusokról beszélünk, és nem csak RMDSZ politikusokról, mit kellene tanulni az újabb generációknak, az ilyen nagyoktól, mint aki Buchwald Péter is volt, és akik sorra szépen rendre mennek el, mit kellene nekünk tőlük megtanulni? Hát én azt gondolom, hogy például az önzetlenséget. Én nem azt mondom, hogy akik most vállalkoznak politikára, azok nem önzetlenek, vagy hogy nincsenek, hogy a többség nem önzetlen. Önzetlenséget, alázatot egy szervezettel szemben és egy közösséggel szemben, hiszen Buchwald Péter azért jó példa, mert ugye beszéltünk róla, hogy ő félretette az egyébként tudtommal ismétlen, mert hát érteni nem értek hozzá, nagyon sikeres, nagyon eredményes tudósi, kutatói munkáját, és alázattal vállalkozott más valamire, teljesen egyértelmű, hogy nem a sikerért tette ezt, illetve nem az egyéni sikerért, mert neki egyéni sikerre egy egészen más pályán volt lehetősége, hanem a közösség sikeréért. Tehát ezt az alázatot, ezt az önzetlenséget nem, elsősorban ezt kellene megtanulni is, továbbvinni mindenkinek, aki itt Erdélyben, itt Romániában politikára vállalkozik, és megtanulni azt is, hogy véleményt kell mondani a politikán belül is. Tehát ez, hogy nagyon közeli munkatársak voltunk, vagy hogy általában egyetértettünk vele is másokkal is, ez nem azt jelenti, hogy nem voltak folyamatosan éles vitáink, hogy ki nem mondta el
hogyha nem értett valamivel egyet, és nem próbálta érvényesíteni a véleményét. Azok állandóan vitázó, állandóan konzultáló, állandóan tanácskozó idők voltak. Ez sem árt megtanulnia, hogy vitára mindig szükség. Köszönöm szépen Markó Bélának, hogy bekapcsolt a mai adásba, és együtt emlékezhettünk. Minden jót kívánok, áldott ünnepet, elnök úr! Én is köszönöm szépen, és boldog karácsony, boldog új esztendőt kívánok mindenkinek. Köszönjük!